Összefogás a könyvtárakért, könyvtárak összefogása társadalomért címmel országos könyvtári napokat tartottak Bátaszéken a Keresztély Gyula városi könyvtárban. A rendezvény sorozat keretein belül bepillanthattunk egy természetfotós életébe és munkásságába, egy pár Új-Zélandon töltött heteibe, de a legnagyobb érdeklődést az első előadás váltotta ki, amit Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője tartott Bátaszéken. Erkárpáti Péter rendszeresen küld a könyvtárunknak programajánlót. És ugye mindig megnézzük, leválogatjuk, elgondolkodunk rajta, hogy ez most vajon nekünk kell-e vagy sem, aztán pont a Györfi Pál előadásával kapcsolatban gondoltuk azt, hogy ez annyiból lenne nekünk fontos, mert hogy az ő személyisége egy hiteles ember, aki most megjelenik előttünk, itt van személyesen, felteszünk neki kérdéseket, ő arra válaszol, úgyhogy remélem majd sok kérdés fog elhangzani a nézők részéről, és tulajdonképpen az, hogy egy személyes kapcsolat révén tudunk vele a mai helyzetről, világról beszélgetni, mindenki nyilván elmondhatja a véleményét, a hozzászólását, akkor ez ugye egy kicsit mégis más, sőt, nagyon sokban más, mert személyes a találkozás. Úgyhogy erre most így kíváncsian nézünk elébe az estének. A nagy érdeklődésre való tekintettel a rendezvényt a Petőfi Sándor Művelődési Ház színház termében tartották meg. Györfi Pál elmondta, hogy az emberiségnek mindig is három nagy ellensége volt. Az éhezés, a háború és a járványok. A járványok ellen is nagyjából győzelemre áll az emberiség. Ha nem is győztük még le ezt az ellenséget, de biztos, hogy nyerésre állunk. És igazából én most is ezt mondom önöknek, pedig azóta jó sok minden történt január óta itt Magyarországon is, de én most is azt mondom önöknek, hogy mi emberek szemben a kórokozókkal, és itt most nem csak a vírusokra gondolok, rájuk is gondolok, de a baktériumokra is, meg a gombákra is, tehát a kórokozókkal, mikroorganizmusokkal, patogén mikroorganizmusokkal szemben, ugye a patogén az magyarul azt jelenti, hogy amelyik betegséget tud okozni, mert ugye mikroorganizmusból sokféle van. Hát ha csak abban gondolunk bele, hogy az emberben hányféle mikroorganizmus él, és azok kellenek is nekünk ahhoz, hogy jól működjenek például az emésztőszerveink. Tehát, hogy a patogén, a káros vagy az ember megbetegítő mikroorganizmusokkal szemben, az emberek nyerésre állnak három okból. Az egyik nagy fegyverünk ellenük, az az, hogy az emberiség egy olyan fejlettségi szintre jutott el, az orvostudomány már olyan magas szintű, hogy létrejöttek, vagy létrehozták a védőoltásokat. A szóvivő azt mondja, azért fontos, hogy meghallgassák az emberek az előadást és kérdezzenek, hogy újra tisztában legyenek a járvány jelenlétével, és komolyan vegyék az óvintézkedéseket. A koronavírus járvány mindannyiunk életét megváltoztatta. Az első hullám idején valahogy az emberek, minthogyha jobban érezték volna azt, hogy mi a dolguk, és jobban átérezték volna a veszélyt. Most a második hullámnál bonyolultabb a helyzet, mert én magam is ugye sokáig azt mondtam a tévében vagy az interneten, hogy maradjanak otthon. Most azonban már nem ez a cél, hiszen az ország működőképességét meg kell tartani, miközben nyilván az egészségügyi károkat a lehető legkevesebbre kell mérsékelni. Így aztán most egyszerű szabályokra kérjük az embereket, hordjanak maszkot, mossák alaposan a kezüket, és lehetőleg sokszor, illetve hogyha másokkal, idegenekkel találkoznak, akkor tartsanak biztonságos távolságot, mert sajnos ez a vírus nagyon könnyen, nagyon gyorsan terjed, és ha a fiatalok körében általában enyhébb tünetekkel jár is, de az idősekhez eljutva akár életveszélyt, halált is okozhat. Úgyhogy ez most a közösségi felelősség időszaka, ezért fogadtam el örömmel a bátaszéki meghívást is. Úgy tudom, hogy itt a környéken azért szerencsére még nincs igazán komoly járványhelyzet. Itt inkább az a cél, hogy ezt a jó helyzetet meg is tudjuk tartani, ezért tartottam nagyon hasznosnak ezt az előadást. Tavaszhoz képest most már sokkal erősebb Magyarország, jobb esélyekkel szállunk szembe a vírussal, hiszen az egészségügy fel tudott készülni, és sok mindent tudunk már erről a kórokozóról. Tudjuk, hogy mennyire könnyen terjed, de azt is tudjuk, hogy mennyire jól lehet védekezni ellene akkor, hogyha az egyszerű szabályokat betartjuk. A bátaszéki előadásnak is, illetve a beszélgetésnek is az volt a célja, hogy az álhírekkel szemben öntsünk tiszta vizet a pohárba, lássuk azt, hogy mivel állunk
velünk szemben, és nekem személyes célom az is, hogy egy kicsit biztassam az embereket, egyrészt, hogy tartsanak ki, másrészt pedig, hogy nézzünk optimistán előre, hiszen hamarosan lesz védőoltás, ha minden igaz, addig pedig, ha meg tudjuk őrizni ezt a helyzetet, ami itt Bátaszék környékén is jellemző, tehát, hogy gyakorlatilag a járványnak a súlyos formájával még nem találkoztunk, akkor nyertesen kerülhetünk ki ebből a helyzetből is. Próbáljuk az embereket megóvni a fertőzéstől. És így aztán most egész más az én szerepem is, hogyha látták, most is van egy-két videó, ami így elkészült már így az őszi időszakban, de ezeken én ilyeneket mondok, hogy tartsunk be néhány egyszerű szabályt. Próbáljuk egymásra vigyázni. Hogyha bemegyünk egy zárt térbe, akkor legyen rajtunk maszk. Ha bemegyünk vásárolni, vagy felszállunk a buszra, akkor legyen rajtunk maszk. A szabályok betartásával mind a maszkviselés, kézmosás, távolságtartás megakadályozható, illetve lecsökkenthető a vírus terjedésének mértéke. De vajon mikor állhat vissza minden a régi kerékvágásba? A beszélgetés címe az, hogy mikor foghatunk újra kezet, és ebben nyilván az van benne, hogy mikor lehet már végre úgy számolni, hogy a fertőződés esélye gyakorlatilag nulla lesz. Hát ha a nulla szintet nem is tudom, hogy mikor tudjuk elérni, minden esetre nagyon remélem, hogy a védőoltás megszületése és a társadalom többségének átoltottsága az gyakorlatilag a járvány végét fogja jelenteni, és akkor visszatérhetünk azokhoz a szokásainkhoz, amiket most kényszerűségből mellőznünk. Nyilván a vírus nem fog magától megszűnni. Mi tudunk védekezni ellene, legjobban azzal, hogyha védőoltás is lesz. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy talán ez már idén bekövetkezhet, hiszen sok helyen is már az utolsó stádiumban tartanak a kísérletek, a kutatások, már az emberi kipróbálás szakaszában járnak. És akik kevésbé optimisták, ők is azt mondják, hogy a jövő év elejére már lehet védőoltás. Ez egy másik kérdés, hogy vajon milyen ütemben lehet beoltani mondjuk 9.670.000 embert itt Magyarországon. De én azt remélem, hogy jövő nyárra már sokkal felszabadultabban élhetünk. A szóvivő derűlátása példaértékű. Országjáró előadásával az a cél, hogy egy ismert, hiteles szakértő válaszolja meg az emberek kérdését, és mindemellett, hogy optimizmusát megpróbálja átadni a lakosoknak.